Ez a lidlis rétes, a túrós, megígértem, hogy megmutatom, ha megsütöm, hogy valóban ilyen gúzta lesz-e. Hát itt van, ez ilyen lapos. Meglepődtem, ez körülbelül 1 és 2 centi magas. És akkor azt írja, hogy előmelegített sütőbe 220 fokon 35-40 percig süssük. Ezt fogom tenni, és megmutatom. Betettem a sütőbe, viszlát 30 perc múlva. Hát kicsit feljebb jött, 30 percig volt bent, majdnem megégett, bementem a szobába, és éreztem a égett illatot, azért jöttem ki. Azért a dobozon jobban néz ki, ugye? Egy kis porcukor csodát tesz. Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Megkóstoltuk a rétest, illetve nem megkóstoltuk, hanem ebéd után felvágtam. És annak ellenére, hogy egy picit megégett a széle, láttátok, meg az aljánál is a két oldal alja egy kicsit, de csak a két végén. Én a végét vágtam le magamnak, és annak ellenére nagyon finom volt, úgyhogy meglepődtem. Úgyhogy tényleg lehet ilyet venni tartaléknak, hogy legyen a mélyhűtőbe, ha véletlen így valaki beesik, vagy ennétek édességet, és nincs otthon semmi. Ma még nem voltam sehol, pakolós délelőttöm volt, az egyik szekrényemet kipakoltam, és elkezdtem selejtezni, megmutatom. Már nem a szekrényt, hanem hogy mit selejteztem ki, mekkora halmot. Na, úgyhogy nem semmi kis halom, ugye? Úgyhogy ez még vár egy összehajtogatásra. Aztán hozok be egy zsákot, illetve kettőt, és kétfele válogatom, hogy mi az, amit oda tudok adni valakinek, és mi az, amit nem. Azt a másik zsákba teszem, aztán majd kiküldöm a fiammal. Ósánnál van ez a nagy gyűjtőláda, amit a nem tudom, melyik ilyen segélyszervezet gyűjt, ha még van olyan, nem tudom, megnézi. Ha nem jön össze, akkor megy a kukkába. Sziasztok! Itt vagyok a Decathlonban, melegítő nadrágot akarok magamnak venni, mert itt szoktam. Hát most úgy látom, hogy nincs szerencsém, mert nincs méret. Tornagatya, olyan volt a drap is, mint itt fönt a zöld. Sziasztok! Ma január 25-e van, csütörtök, 4:11, és lejöttem a barátnőmmel, itt a lakótelepen sétáltunk egy kicsit körbe az erdőnél, és most itt várom, mert ő bement a postára, aztán megyünk a DM-be, illetve benézünk az Aldiba, és talán a Pennybe. Na, majd mutatom nektek, ha vettem valamit. Sziasztok! Hazaértünk a sétából. Mint említettem, előbb voltam a DM-be, a Pennybe és az Aldiba. Egy-két dolgot vettem mindenütt, azért megmutatom nektek. Először a DM-be mentünk be, ott vettem ezt a Balea hajsampont.
Ez hamvasító sampon, ősz, fehér és szőkített hajra. Ki fogom próbálni. 250 ml-es. Én egyébként ezeket a baleákat használom. Én szeretem, semmi bajom velük. 499 forint volt. Sajnos balzsam nem volt belőle, úgyhogy ezt nem vettem. Viszont ugyanebből a hamvasítóból volt ez a hajkúra. Azt mondja, ősz, fehér és szőkített hajra. Hamvasító hajkúra. Úgyhogy majd felkenem a hajamra a legközelebbi mosás után, pár nap múlva. Ez ilyen egy alkalomra 399 forint volt. Úgyhogy a kettőért fizettem 898 forintot a DM-be. Utána bementünk a Pennybe. Barátnőm akart ott vásárolni, és ezt a két terméket vettem. Akciós volt ez a paradicsom, passzírozott paradicsom, fél kilós, 500 grammos, és 399 forint volt az eredeti ára, de 120 forint most lejött akcióba ma, úgyhogy így csak 279 forint, úgyhogy az viszont nagyon jó ár egy ilyen fél kilósért, és ezt a sajtos tejfölős chipset vettem 365 forintért. Na, azt mondja, napraforgó olajjal. Ennyi volt a Penny. És akkor utána átmentünk, vele szembe van az Aldi. Ezeket vettem. Vettem egy barackos vaníliapudingos ilyen párnát 189 forintért. Akkor egy meggyes párnát 169 forintért, ezeket a fiamnak. Akkor vettem neki egy ilyen kakaóval töltött osztját, magyarul nápolyit. 345 forint most az ára. Magamnak megint vettem ilyen 85%-ban kakaót tartalmazó étcsokit, hogy legyen itthon. 489 forint. Akkor vettem ezt a fagyasztott, magozott meggyet, ez 45 dekás, ez 539 forint volt, én ezt nagyon szeretem így naturba enni, este a tévéhez egy kis befőttes tálba szoktam bevinni, előtte egy percre beteszem, egy-másfél percre a mikróba, nem olvasztóra, hanem a melegítőre, és akkor így félig kiolvad, és hú, olyan finom elcsemegézni egy pár szemet. Akkor vettem egy szotyit magamnak, hogy legyen itthon, ez 349 forint volt. Vettem egy halrudacskát, ma ezt fogok ebédelni, 45 dekás, 1399 forint volt, 15 darab van benne. Akkor a fiam ezt fog ma enni. Panírozott vagy kamember sajt, 1399 forint volt, ebben 4 darab van, 35 deka összesen. És akkor egy papírtörlőt vettem, 4 ilyen rúd, vagy mit van benne, 50 lap van egyen, 50 lapos, és a 4, tehát ez az egész csomag volt 669 forint, úgyhogy ezeket vásároltuk. Na, volt itthon édesburgonya, 4 darab, úgyhogy ezt most fölvágtam, és gyorsan tettem tálba egy kis olívaolajat, sót és 2 nagy griszt fokhagymát. Ezzel megkenem,
és megy az előmelegített sütőbe, már melegszik a sütő, és akkor ez lesz a fiamnak a sajthoz, ahhoz a sült panírozott sajthoz, nekem meg a halrudacskához ez lesz a hami. Nagyon szeretem, jó fokhagymásom. Ahogy érzem a fokhagyma illatot, csöpög a nyálam. Egyébként, amikor van itthon sárgarépám, akkor szoktam meghámozott és ilyen kettévágott sárgarépát is az édes burgonya mellé tenni, és azt is ilyen jó fokhagymás sós olívaolajosan lekenem, és úgy sütöm meg, isteni finom. Sajnos most nincs itthon. Na, egy perce vettem ki a sütőből. Isten illata van, nagy kár, hogy nem éreztek illatot. Főső sor az enyém, az a jó fokhagymás. Paprikás krumpli készül, kolbásszal, lengvet kolbászkarikák vannak benne, és nokedli lesz benne, már kikészítettem két tojást. Itt a zabliszt, zablisztel lesz, hogy én is nyugodtan egyem, és só. De hát még följön egy 20 percet, negyed órát. Sziasztok, már 26-a péntek van, gyönyörű napsütéses idő, nézzünk ki. Elkészül az ebéd. Eszem, picit pihenek, és alig várom, hogy lemenjek sétálni a napsütésbe. De az is lehet, hogy előbb lemegyek, és utána fogok ebédelni, csak följön meg. Sziasztok! Ma már január 27-e szombat van. 10:30 lesz. Jól elment az idő. Most jöttem föl a Spárból, vettem egy pár dolgot. Lementem, hogy vegyek egy romaromát. Mindjárt megmutatom, hogy miért. És akkor hát ezt a pár dolgot sikerült még vennem. Na, tehát ezeket vettem. Itt a blokk. Vettem ezt a Spár tojást, MS. 549 forint. Elég szép ahhoz képest, hogy ilyen jó ára van. 10 darab, akkor a blog szerint megyek egy Arielt, ilyen 43 adagost, kolort, 3999 forintért, egy szilán öblítőt, egy ilyen nagyot, 1386 forintért, vettem egy Spár szarvacska tésztát, 1/2 kilós, 599 forint. Bocsánat, elnéztem, a tojás az csak 499 forint volt, és a teljes kiörlésű tosztkenyér 549 forint, elnéztem a blokkot. Vettem ezt a kettő szép sárgarépát, kilója 579 forint. Vettem ezt a csomagvajretket, hát elég drága, 3 darab van rajta, nem is túl nagy, 449 forint, a banánnak kilója 685 forint, csak ezt a 3 darabot vettem, mert még 2 vagy 3 van itthon. És a roma, amiért lementem, 239 forint. Úgyhogy ezeket vettem a Spárba. Ja, bocsánat, egy téli szalámit. Fiam tudjon enni szendvicset, ha akar. És a téli szalámi pedig 899 forint, ez a 7-es dekás. Na, ez volt a bevásárlásom. Ez még nem az egész hétvégi, mert holnapra valami húsit kell vennem, még nem döntöttem el, hogy egy sertéspörköltet fogok főzni, vagy rántok pár szelet húst. Nem tudom, majd megkérdem a fiamat. Na, és akkor itt vagyok a konyhában. Oda készítettem egy zöldborsó levest.
mindjárt beledobom a répát. És amiért lementem, az a rumaroma, mert egy kis fánkot akarok sütni. Ez tulajdonképpen a szallagos fánkom receptje, amit olajba gyönyörűen ki lehet sütni, de én ezt sütöm évek óta sütőpapíron tepsibe. Úgyhogy itt vannak a hozzávalók, egyedül rumaromám nem volt. Rumot azért nem teszek bele, alkoholost, mert hát, ha gyerek is eszik belőle, úgyhogy nem. Közben neki kezdtem a fánktészta készítésének. Nagyjából mutatom, nem teljesen, mert van fönt ilyen sütőbe sült fánk receptem. Ha érdekel titeket, meg tudjátok nézni. Itt van minden a hozzávaló. Fél kiló lisztet átszitáltam. Kettő evőkanál, én barna cukrot használok, ezért ezen ledaráltam, úgymond. Úgyhogy belejön a kettő evőkanál cukor, nyugodtan porcukrot használhattok. Belejön három tojás sárgája. Egy csipet só. Ennyi a csipet nekem. Beleöntöttem egy fél üveg rumaromát, és most bele fogok reszelni egy megmosott citromhaját. A rumaroma és a citromhéj, a reszelt citromhéj nem kötelező, de szerintem sokkal finomabb a fánk tőle. Jó, benne van az egy citrom reszelt héja. És akkor a 3 deci tej, amit kimértem, annyi kell hozzá. Ugye abból használtam, amennyit gondoltam, az élesztő felfuttatásához. Teszek bele egy kis tejet, és egy nagyon pici felolvasztott vajat, ugye ez 5 deka vaj. Ennyit fogok így, de csak ennyit. Mert a vajat fokozatosan fogom dagasztás közben hozzáadagolni. Jó, és akkor most beleteszem a felhabzott élesztőt. És akkor ezt dagasztógéppel most összedagasztom. Na, hát a kupit ne nézzétek ezen a hátsó pultomon. Valami kegyetlen, hogy mi van, ugye itt van minden előszedve, almahegy, minden. Ne is ragozzuk. Na, neki kezdek. Ugye fokozatosan adom hozzá a vajat. Kész a tészta, addig vertem a dagasztó géppel, amíg hólyagos nem lett. Jó, most letakartam, és itt fog állni körülbelül 30-40 percet, amíg duplájára kell. Na, kész a borsóleves. A tésztára még várnom kell, mert hogy ugye keresztődik. Úgyhogy rendet tettem a konyhába, kisöpörtem, és csináltam egy kávét. Letettem ide a palkettára. Egészségetekre. Ugye említettem nektek, hogy a vérnyomásom egy kicsit játszott az elmúlt 2 napban. Úgyhogy most megmértem, ma már másodszor. Reggel, mikor felkeltem, akkor is megmértem, akkor csak 116 volt. Hát még kómás voltam. És most megmértem, most 127, úgyhogy ez tökéletes, 127, 58, 62, de nem tettem bele Nescafét, mert most odafigyelek, és csak a cikória kávét iszom. Úgyhogy most megiszom a kávét, aztán addigra megkelesztődik a fánktészta, és akkor megyek ki gyorsan
sütőkészre megcsinálom. Ó, de gyönyörű, megkelt. Előkészítettem a tepsit a sütőpapírral, és akkor lehet nyújtani. Na és akkor jöhet a mehet. Borítottam a tából, gyönyörű láj. És akkor elkezdek belőle valamit alkotni. Az ujjammal nyomkodtam szét. Beletettem a 3/4 mokkás kanál nutellát. Sajnos nincs állványom, úgyhogy nem tudom jobban mutatni. Az első gombóc kész. Hasonlóan csináltam, mint mikor szilvás gombócot töltök be. Hát ez egy kis türelem kell, már 2 ott van. Majd meglátjuk. Na, feladtam, mert azért elég pacsmagos, nem volt kedvem tovább szórakázni vele. 6 darab lett a töltöttből, 3 nutellás, 3 megy dzsemes. Egyre nagyobbak a kapszliba a gombócok. Kelnek tovább, amíg várnak a sütőre. Valószínű, mint mindig, most is a csúnya, de finom kategória lesz. Lányomnak átküldtem a fényképem, és megkérdezte, hogy anyuzsám, légy sütsz. Nagyon fincsi, olyan, mint egy isteni finom kalács. Jöttek a sütőből a töltöttek is. Hát a lekváros az kifolyt, ott van mellette, illetve ott. 2 lekváros kifolyt, 1 nem folyt ki, meg a 3 mogyorókrémes nutellás is benne maradt. Úgyhogy ennyit a sütőben sült fánkról. Ami azért, ha őszinték maradunk, inkább egy kalácsra hasonlít, de hát én megmaradok ennél, mert nem akarunk nagyon olajos tésztát enni, úgyhogy, és finom ez nagyon, ugyanúgy, tehát dzsemmel, lekvárral, bármivel. Nagyon jól néz ki egyébként. Itt jött ki a lekvár. De például ebből nem jött ki, csak ott megnyílt. Tehát benne van a nutella. Gyönyörűen kijön a papírból. Jó magasok. Várok. Ez a ruha milyen jól néz ki, csak újatlan, de nagyon csinos. Hú, ez nagyon jó, ez ilyen slankit mindenkit, jó alakot csinál. Nem is drága, 9009.
következő megálló Bajcsi Zsirinszki út. A következő ott van, ahol állnak szerintem. Sziasztok! Ma január 28-a vasárnap van, most már nem sokára dél. Feljöttünk a barátnőmmel a Norma fához csavarogni egyet. Egy pár képkockát mutatok is nektek, ha van kedvetek, tartsatok velem. Egyébként gyönyörű, szép napsütéses idő van, kicsit hűvös, de szerintem igazi kiránduló idő, téli kiránduló idő. Gyönyörű a kilátás. Nem? Gyönyörű. Nem gyönyörű? Ott sár van az alsó úton. Gyönyörű. Nem tudom, melyik hídig látunk ott el. Gyönyörű ott. Nem szívesen lesznek, mikor ott vannak, inkább a hazai tűznek magukkal, mert biztos, hogy kapsz valami nyavaját. Hát tudod, afrikaiak, hanem a kunyájukról híresek. És indián családdal is, indiai családdal is találkozok. És azt mondja, mondta nekik, hogy de milyen magas van. Na, a néni szalonnát süt. Kérlek, nézd meg. Pedig ahhoz még azt mondanám, hogy tényleg nincs olyan jó idő, hogy... De mondjuk a tűz mellett. De jó ez az illat, de szeretem ezt a kosítik a szalonnát, tudom.
csinálja. Virágvölgy, úttörő vasút. Gyere, Margó! Mindig vigyorgok, de hova igaz borzolnak, ahogy így nehéz, borzolnak.